Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 25-éig. Ne csodálkozzatok azon, ha a felvétel a háttérben kicsit hangos, nagyon viharos, szeles idő van itt Mallorca szigetén. Ez lehet, hogy majd hallható lesz, de azért remélem, hogy megértitek azt, hogy mit közlök ennél a jóslásnál. Hétfő. A hétfői napra kihat alnát csillag. És ez jelent egy új irányt, új lehetőségeket, vagy kiutat, megvilágít egy életutat, segíteni fog fontos döntéseknél. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya a hétfői napon, ahol a hold uralkodik a hétfői nap felett. Itt vannak az egerek. Ez lehet jó, de lehet rossz is. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit. Ez lehet jó, mert például eltávolítanak egy rossz helyzetet, eltávolítanak hamis személyeket, eltávolítanak félelmeket, de lehet rossz hatás is, amikor pénzkiadás van, vagy például félsz attól, hogy elveszíted a társadat, vagy vannak félelmek, hogy elveszíted a munkádat, mert az egerek ezt is el tudják távolítani. De ezt hogy éled át? Milyen veszteség van? Jó ez számodra, vagy ez egy rossz helyzet? Ezt leírhatod a kommentárba. Kíváncsi vagyok, hogy éled te ezt át a hétfői napon. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, megnézzük, hogy mi történik ketten. A könyv jelentheti a tudást, a tanulást, lehet egy vizsga, iskolázás, lehet, hogy itt van veszteség, de a könyv lehet az ő zárkózottsága is. Ebben az esetben az egerek segítenek, hiszen eltávolítják az ő hozzáállását, nem lesz olyan zárkózott, nyitottabb lesz veled szemben. Azt is jelenthetik a képek, hogy eddig úgy érezted, hogy valaki eltitkol előled valamit, de ezek a titkok elmúlnak, mert az egerek ezt eltávolítják. Szerdán Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon találkozik Mars és Vénusz bolygó. De ez kihat napokkal ezelőtt már erre a szerelmi kapcsolatra, majd utána is kihat, hiszen az Orbis helyzetben van. De az a szerdai nap jelenti, hogy Mars és Vénusz találkozik, egy konjunkcióban állnak, együtt hatnak. Mivel Mars bolygó jelenti a férfiakat, Vénusz bolygó jelent bennünket, hölgyeket, itt lesz egy találkozás, itt lesznek tervek, lesz közeledés. Itt a torony jelentheti azt, hogy szeretnétek valamit megnagyobbítani. Azt is jelentheti ez a torony, hogy itt egy magas, sovány férfiről vagy nőről van szó. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. De néha jelentheti azt, hogy fogva érzitek magatokat, mert nem mertek érzelmekről, tervekről beszélni. Itt van a zárkózottság, de visszatérve az egerekre, ők segíteni fognak, hiszen az egerek eltávolítják majd ezeket a korlátozásokat. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik,
itt van a szerelem, tehát ez a zárkózottság elmúlik, és akkor csütörtöktől kezdve majd ő beszél érzelmekről. Lesz egy tartós szerelmi kapcsolat, meg lesz a bizalom. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, itt látható a nyilvánosság, valami kiderül a nyilvánosságon, vagy találkoztuk a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged a nyilvánosságon. Ez a nyilvánosság jelenti a sikereket, az elismeréseket is, hogy mások észrevesznek téged, bókolnak neked, itt vannak szívélyes kapcsolatok. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon teli hold van, megvilágít bizonyos dolgokat. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz, megbízható számítás, ez a teli hold az oroszlán jegyében van, és erre a teli holdra kihat Regulus csillag. Regulus csillag az az uralkodóknak a csillaga. Egy királyi csillag tulajdonképpen. Regulus csillag az az oroszlánnak a szíve. És itt szív dolgokról van szó. Szeretetről, szerelemről, a telihold ezt megvilágítja. És ez egy királyi csillag. Mint említettem, Regulus az az uralkodók csillaga. Uralkodja a helyzet felett, legyen meg a bizalom, itt megvan a szeretet, a szerelem. Itt a kígyó jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, a változásokat. De lehet egy hölgy is, például egy nő, aki uralkodni akar felett. De azért majd úgy figyelj oda a dolgokra, hogy hat ki rád, ez a kígyó nálatok van, ez a gyógyító erő, a megújulás, vagy van a háttérben egy nő, aki uralkodik felette. Ezt is leírhatod a kommentárba, hogy hogyan látod ezeket a dolgokat. Sőt, lehet, hogy az egerek eltávolítják ezt a nőt, akkor mégis van itt remény, hogy együtt lesztek, együtt maradtok, megvan a szerelem, egy közös jövő. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ez a kasza jelentheti azt, hogy elvág valamit, lezár valamit. Ez is lehet valami jó, hiszen elmúlnak a félelmek, a bizonytalanságok, vagy ő zár le bizonyos kapcsolatokat. Amit a kasza még jelenthet, hogy lesz egy meglepetés, ami olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz erre. Egy telefonhívás, egy e-mail, vagy valaki meglátogat téged. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. Vagy látogass meg a Facebook oldalamon, ebből kettő van, az egyik az Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok nektek egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!